Sziasztok, én Norbi vagyok. Én pedig Gábor. És ez itt a Beanie Specialty Vlog. Vlog. Ja, otthoni kávézással foglalatoskodó hülyék. Igen, és azért gyűltünk itt össze, hogy megnézzük a Kinúnak a kettő késének a különbségeit. Igen, mert hogy a közelmúltban a Kinú kiadott a kifejezetten filterkávé készítéshez, vagy kifejezetten filterkávé készítésre optimalizált kés geometriával, vagy élgeometriával, ebben fogunk bemenni. Na mindegy, tehát az a lényeg, hogy egy filter, tehát szerintük ez a kés jobb a filterkávézáshoz. Így van. Próbáljuk megnézni, hogy mi az a cuppingálás kb, ami úgy jobb lehet, illetve a régi késsel is, nagyjából megpróbáltuk összelőni a két kést, és azzal is csináltunk ugye egy cupping sort, hogy meglássuk, hogy melyik álláson lesz komplexebb. Így van. Vagy melyik álláson lesz úgy kifejezni. Melyiken lesz jobb. Tehát hasonló ölelás, igen, melyik az igazi, a true. Három egész fordulatot tekertünk rajta a cupping álláshoz, és a régi kinukésnél az volt a sztori, hogy az első az 3, 3,1, 3,2. A másik késnél a 3-as állást, most nyilván ugye a nullpont dolog is elég relatív a kinunál, de szerintem azzal nem lehet egy rossz taktikát csinálni, hogy az ember elkezdi visszatekerni, tehát hogy lenullázza, és amikor már elkezd szorulni, de még nem tépi meg, mert azon nagyon kell figyelni, hogy az a régi kinuknál, mint az enyém is, az M47, az első széria, annál meg tudod tépni a menetet, és akkor elmászik a nullpontja. És akkor mindezes lesz. Hát igen, és akkor ezt igazából úgy lehet, azért ezt lehet nézni, most ezt, hát hogy mondjam, tehát hogy mérnök végzettségű és erősen OCD-s embereknek erre nagyon kell vigyázni, akkor nem fogod tudni ezt kibírni szerintem utána, de lehet vele létezni, viszont erre figyeljetek oda, hogy nem szabad orbaszájba húzogatni azért ezeket a csavarokat, mert megtépődhet, főleg a régieknél, állítólag az újaknál ki van javítva, szerintem ne próbáljátok ki, mert maximum utána mindenki nagyon szomorú lesz, legalább 2 hétig, és utána rá fog jönni, hogy igazából ez nem is számít. Fejes Máté ASMR szettet rakunk össze. Meleg. Mi az a nagyon? Érdekes. Az én véleményem az, hogy ebből a szedből ez a legfinomabb, a legutolsó. Tehát azt jelenti, hogy a korszabb. Igen. És ebből meg a legkorszabb, és így megy izére. Én ebből a kettőbe éreztem a legtöbb ízt. De hát még izé, nem? Én nem. Oké. Ez a legsavasabb. Akkor valószínűleg ezért. Ez meg a legédesebb. Ez van édes. Én állom. És egyébként hasonló. Ez meg tiszta. Nagyon tiszta egyébként. Két végpontot tartjuk a legérdekesebbnek. És a közepe, meg elméletileg ugye mind a kettőnek ott kéne. Igen. Tehát most, hogyha nyilván ebben kémiában valaki ebben lehet, hogy rá tudna cáfolni, mert ugye semmilyen szakképzettség nincsen a témában, de hogy elméletileg ugyanahogy a... Igen. A logika szerint az arany középútnak, hogy csak de mégsem. Az van, hogy a középső olyan, mint nekem, mint hogyha így valami nem lenne vele oké. Tehát azt, hogy ez, nekem nagyon szétesik. Lapos. Lapos és és szétesik. Tehát, hogy így... Mert hogy se nem olyan édes, mert egyik sem. Nem igen, olyan, mint hogyha lenne egy olyan pont az ölön, amit nem érdemes használni, mert ott az a szemcsének az eloszlása valahogy nem működik úgy, ahol. Nem érzek semmit. Zavarba értő. Víz. A víz? Lesokkolt a szállat a hideg vízzel. Ajaj, és akkor ilyenkor mi van? Hát ilyenkor. Szosszabb. Langyos vizet kell inni? Hát jó. Bögesek kávét? Akár igen. Én inkább én szoktam, hogy ilyenkor ráiszok kávét, és akkor az a semlegesítés. Utána mehet vissza minden ellenes kerékvágás. Ah, jönnek vissza az ízek. Az is fontos, hogy most azoknak az embereknek, akik nem foglalkoznak ezzel, és így ez. A cupping az egy iránymutató. Igen. Egy kiindulási pont. Igen. És akkor az megadja, hogy milyen a kávé, ha minden adott. És nyilván, ahogy látjátok, itt is egy csomó opció van, hogy... És azért is érdemes megcsinálni a cuppingot például otthon, mert ha legalább lesz egy kiinduló ponttól, és akkor szépen elindulsz a... Tehát hogy a cuppingot hogy kell megcsinálni, arról majd ide valahol benyomok egy fület, mert van erről egy videónk, ahol úgy
nagyjából elmagyarázza, sőt szerintem az tök jól az úgy, szerintem. Tök jól? Oké, okay, akkor tűzöbben, hogy király volt. Hogyha esetleg valakinek eddig ez nem volt tiszta, a cupping a null pontod. Ez van az italban. És amikor brewolsz, akkor ezeket finom hangolással tudod kihangsúlyozni. Savak, kontra, édesség, body. Így van. Tehát hogy, hogy alul vagy pedig túl tudod oldani a kávét, és akkor ennek a balanszírozásával tudsz játszani folyamatosan, amikor brewolsz, a cupping meg csak egy adott. Igen, nem lesznek benne új ízek, meg olyan nagy világ megváltások, csak fel tudod erősíteni ezeket a dolgokat, hogyha elég ügyes vagy és szerencsés. Így van. Azért vannak voodook, de hát... A nap végén meg úgyis csak arról volt, hogy kávé, víz, megfelelő arány, és így... Igen. Legédesebb kávé az igen. Ott van, a legsavasabb kávé itt van, igen. A kettő közötti itt van, ami még szintén nem rossz. Ami egyébként egy lapos, tehát hogy az tényleg úgy, az úgy nem. Laposabb, mint a többi, de hogyha azt köszöltem először, teljesen oké, és el tudom fogadni, tehát hogy így... Majdnem, hogy azt lehet mondani, és itt is az a különbség, hogy ugyanúgy fennáll, hogy édesebb, valóban savasabb, igen. És ilyen közép, és hogy ugyanezt tényleg, tehát így... Igen. Viszont a két kés között nagyon érdekes az, hogy a klasszikusabb, tehát body sweetness, ebben megegyezhetünk? Abszolút, abszolút. Élénk savak, édesség, viszont úgy a body az annyira nem, de édesek a kávék, ő vele. Tehát, igen. Hogy ilyen sav junkiknak mindenféleképpen talán, nyilván talán. Be lehet állítani úgy, hogy úgy brewold le, hogy azért adjál neki. Nagyon megúszós lesz. Én úgy szerettem volna, legalább, nem... Mit szerettél volna? Azt szeretted volna, hogy egyik nyerjen? Szerettem volna, hogy ő jó legyen, mert nyilván újabb, oké, okay, jó. Meg azért mégiscsak hozzátehetjük, és egyébként köszönöm szépen a Kinunak. Én azt hittem, hogy kölcsönbe kapjuk ezt a kést, hogy igazából ajándék nekem, úgyhogy nagyon szépen köszönjük szépen. De viszont sajnos hozzátartozik ahhoz, hogy őszintén tudják kontentet csinálni, hogy hát ezt bizony be kell vállalni, hogyha most esetleg lefikáztuk volna és így megsértődnek, akkor... Az benne van. Viszont az a jó szerintem, hogy ténylegesen nem kell fikázni olyan szempontból. Én nagyon megnyugodtam, hogy nem kell fikázni. Kinek mi a preferenciája? Nehezebb tekerni, de gyorsabban megvan. Igen. Egyszerűbb tekerni, de lassabban van. Jelentősen nő, most itt a jelentősen nő, az azt jelenti, hogy itt 20 kötőjel, 15 kötőjel, ja, 30 ja, másodpercről 20, beszélünk. 25 konkrétan tetszene. Én úgy gondolom, fixen. Hogy ez ugyanaz, mint hogy van ez a kávézói szemlélet, hogy aki siet, az ne akarjon filter kávét inni. Vagy kézi filter kávét inni, mert besgú lehetőséged azért van. Igen, igen, otthon bármikor felteszed és akkor melegen töltöd. Ha rohansz, akkor ne akarjál otthon filter kávét csinálni, ha csak nincs egy besgúered, vagy akkor olyan ökoszisztémát kell berendezni, hogy ta-ta-ta. És akkor megvagy, de hogyha nincsenek meg ezek a feltételek, vagy anyagilag, vagy egyszerűen az ember van, hogy nem hajlandó justifyolni bizonyos költségeket a háztartásába, akkor meg ez van. A kukacosság része, a kényelmesség részét értem, de akinek ez fáj, annak eleve fáj a kézi örülő. Meg amíg felfűt a vizet, konkrétan van időd előrölni. Tehát, hogy de tény, hogy jelentősen gyorsabb a régi kés. Igen, inkább arról szól a kérdés, hogyha esetleg több kávé van, amit szeretnél esetleg lekappingolni, akkor nyilván gyorsabban tud haladni a régivel. Igen, igen. Vagy például a... A espresszót. De viszont erre nem tértünk ki, mert ez a videócsatorna, amit csinálunk, ez nem feltétlenül az otthoni, sőt egyáltalán nem az otthoni espresszózásról szól, mert hogy így jelen pillanatban nem nagyon látunk rá opciót, ami majd valószínűleg meg fog változni a jövőben, de most még egyelőre ebben a mostban nincs rá opció. Főleg tekintve, hogy milyen versenyeken indulunk. Így van, az anyagi részét is tekintve, de Gábor ugye sikeresen tovább jutott az 5. magyar amatőr barista bajnokság selejtezőjén, elődöntőjén, és jövő hónap 8-án lesz a Millenáris Parkban a döntő, ami a kávébár bazár keretein belül lesz megrendezve, lesz ilyen hobby cup taster bajnokság is, így van, ugye? Lattárt? Lesz lattárt is? Nem, vagy legalábbis arra nem tudok, az biztos, hogy a cup tasteren is elindulok, mert miért ne? Jó. Mármint ez még attól függ, hogy majd mennyire fogja ütni a saját, vagy a barista versenyt, de aha. Hogyha van rá lehetőség... De most szeretnél elindulni rajta. Nagyon, okay. Aha, igen. Meg inkább kamerázni fog, de biztos, hogy aki esetleg nem tud eljönni az eseményt, majd szépen körbe fogjuk kamerázni, és akkor meg lehet nézni, hogy miért kell, hogy miért érdemes eljönni, a millenárisban egyébként egész jó szokott lenni ez a rendezvény.
mivel sajnos Hobby Cup Tester bajnokság lesz, mert ugye a Magyar Ska jelen pillanatban nem indít semmilyen versenyeket. Mert hogy nincsen Magyar Ska. Viszont egyébként nekem kifejezetten tetszett az amatőrből is a bajnokság. Nagyon, és egyébként nagyon jól meg volt szervezve, azt gondolom, és nagyon-nagyon király módon fel volt építve. És a maga módján az a 40 perc csúszás, ami volt, ez szerintem abszolút semmi. Igen, főleg, hogy nincsen semmilyen, szinte alig van egyébként támogatójuk. Szerintem ez a millenárison, hogyha ez így lesz leszervezve, akkor ugyanolyan jó hangulatú lesz. Sőt. Előző videónkban egyébként meg is lehet nézni ezt az amatőr barista bajnokságot. És azt gondolom, hogy a kávéval bazáron egy csomó minden van egyébként, ami még érdekes. Lesz egy csomó kiállító, látnivaló. Szóval érdemes eljönni, nem is olyan drága jegy, kávés rendezvény. Mi ott teszünk, gyertek ti is. És akkor mindezek után pedig meg fogjuk azt nézni, hogy ténylegesen filter kávét melyik álláson látjuk mi úgy, hogy megfelelő lehet. Ezt úgy fogjuk megcsinálni, hogy megnézzük előtte nagyjából, hogy működik ez, milyen örlőálláson lesz igazán jó, V60-at fogunk használni hozzá. És a végén Gábor mind a két kés által őrölt babokból fog csinálni egyszerre kettő darab brút, amit vakon fogunk lekóstolni, és klasszikusan kanálhadonászással fogjuk eldönteni, hogy melyik lesz. Megnézzük, hogy melyik a jobb. Ja. Ez lesz. Leragasztottuk az új kinut. Igen. Az új kinukést. Illetve ez hülyeség, mert az új kinu... ...ból készült brút. Új kinukéssel készült brút. Ezt ragasztottuk le. Kösz. És a régi kinukéssel készült brút meg nem ragasztottuk le. Meglepetés. És megpróbál mindegyiket ugyanadni. Hát a vonalig. Fordulj el. Én sem tudom melyiket. Ez még egyszer is. Tudni. Ja. Tudni biztos. Nem oké. Én is. Na, igazság pillanata. Vagy valami ahhoz hasonló. Köszönöm. Meg a háromra? Aha. Egy, kettő, három. Ez a... Ja, oké. Jó. Hívjuk a döntőbírót. Igen, jól? Hát most ilyen nem lesz. De hát nem is az volt a cél, hogy most itt... Jaj, meg kíváncsi vagyok. Mert szerintem ez az új. És ez a régi. Megbeszéljük előtte? Hogy az újon volt ugye a bigyó. Bigyó. Igen, a ragasztás. Igen. Szerintem ez a régi. És az új. Igen. Szerintem is egyébként. Ja, szerintem is. Jó, legalább... Tehát neked a régi ízlik. Igen. Ilyesmi azt még nem tudjuk. Tehát ezt most így... Igen. Megnézzük. Nézzük. Beszéljük meg előtte. Beszélj meg. Igen, mert akkor még objektívek vagyunk. Jó. Tehát nekem ön olyan szállított egyébként. Oké. Tehát, hogy... De azt még lehet, hogy te hibád is. Nyilván. Oké. De szállított, lapos volt egy picit. Igen. Ebben sokkal több volt nekem az íz, édesebb volt. Igen. Ebben voltak a savak, ebben kicsit kiugrók voltak nekem a savak. Balanszosabb, jobb a teste is, szóval minden attribútumban nekem erősebb van. Mm-hmm. És milyen, honnan tudod, hogy ő lehet valószínűleg az új? Gondolom, hogy a régi öl, ugye elvileg espresso készítéshez van, és tudjuk, hogy elég sok fine volt benne. Tehát én azt gondolom, hogy inkább több benne a fine, ergo többet tudom belőle oldani. Aha, én azért gondoltam azt, ebben sokkal több flavor volt. Lehet, aha, hogy laposabb volt, mert hogy nem, de viszont a savak, a flavor nem volt lapos. Aha. Ő benne, ennek laposabb savai vannak, a réginek. Uh-huh. Amit még ugye nem tudunk, hogy melyik, de már nem tudok melyik ízni. Oké, véleményed szerint. Oké, nekem az édessége miatt nyert. Tehát nekem nincs benne olyan sok íz, csak az a pár. Jó, ez tök jó, igazából teljesen két. Most az, hogy melyiket innám, ezt most így nehéz eldönteni. Én ebben több ízt éreztem, ebben jobban éreztem ezt a kenyaságot, ezt a paradicsomos dolgot. Savasabb volt egyetlen. Igen, savakban jobb. Uh-huh. Ez. Amire én mutattam, ez meg body sweetness. Body sweetness. Test, édesség. Body sweetness. És akkor szépen három, lesz. 3, 2, 1. Oké. Oké, jók vagyunk. Oké. Megnyugodtam.
Hát akkor ugye, akkor amit gondoltunk, az valós. Én azt gondoltam, hogy ez a régi, és ez a régi. Úgy-úgy azért. Az uh-huh. Hát szerintem, akkor ez egy approved. Jó mulatság, férfi munka volt. Na de, másodszor is ugyanaz az eredmény jön ki? Te zsebim van. Nehezebb van elpíteni szerintem a különbségeket. De elég hasonló. Most tökösebb, igen. 3, 2, 1. Várj, megnézem még egyszer, várj. Na most már befolyásoltad. Nem, igazából. De miért? Édesem. És ez meg miért? Nem tudom, hogy valahogy úgy éreztem, hogy ez nem. Mindegy, nem baj. Nem baj, kitartok mellette. De miért jelölted először? Nem tudom, amikor megkóstoltam, akkor most így hirtelen jó volt, aztán most elkezdtem kitenni. Több volt a flavor, nem? Kellemes volt, mind a kettő kellemes. Tehát, így neki jobbak a savai. Ez ugyanaz. Igen. Édes, édes, heavy. Igen. Savas. Valószínűleg ugyanaz vagyunk, igen. Tehát nem tudom. Szerintem ez lesz a régi, és ez meg az új. Az meg az új. 3, 2, 1. Ha! Jó, kettőből kétszer eltaláltuk, hogy melyik a régi, meg melyik az új. Jó. Oké, akkor megy másodszorra is. Én határozom. Most már azt hogy ki lehet mondani, nem? Tehát, hogy akkor ő az a kés, ami később jön le. Tehát ő az, ahol tényleg a savakat, a minőségi savakat tudjuk kivenni az italban. Lényegesen. És mennyiséget is egyébként. Mm. És a másik pedig alapjáraton, mi ugye eszpresszóra van kitalálva, pedig akkor testesebb és édesebb kávé. Hát nem eszpresszóra van kitalálva, mert igazából mind a kettőhöz van kitalálva. Az eredeti megállapítás az volt mindenki szerint, hogy a Commandante sokkal jobb filterre. Mm-hmm. Ezt majd egy másik adásban valószínűleg össze fogjuk hasonlítani. Illetve a Kinu meg sokkal jobb espresszóban és filterre is jó. Így van. Most ugye az van, hogy te kipróbáltad espresszóra az új kést, amit mondtad is, hogy nem tetszett. Igen, de nem feltétlenül azért nem tetszett, mert az íze volt a problémás, hanem a tekerési idő. Uh-huh. Ugye nekem a versenyhez elég kifontos uh-huh. volt, hogy gyorsan uh-huh. tekerjem le. Az új kés az egyértelműen sokkal... hogy szoktad ezt mondani, hogy vibránsabb savak. Vibránsabb savak. Én meg voltam elégedve a régi késsel is. Az őrlési idő az egyszerűen zseniális, nagyon gyors. Tényleg a Kinu mindennél gyorsabb. Espresszózni kimondottan ajánljuk, mert azért kóstoltam, azért kóstoltuk. Te ezzel elmentél versenyre. Igen, most meg a minden előnyös tényleg a kínálján, hogy stepless grinder, tehát hogy ténylegesen nincsenek fokozatok. Tehát, hogy, de hogy megvédjem a konkurenciát, most ugye nyilván venni kell hozzá valamit megint. Nem fokozatmentes az állítása, de megfelezi elméletileg a távokat, amit távolítok. Mármint a Commandanténél. A Commandanténél, bocsánat, igen, ott igen, megfelezi igen. a távokat, amiket tud. Tehát azzal is azért lehet elég precízen, tehát jobb. Egy picit, hogyha sokat szórakozol vele. Preferencia. Nyilván ez nem egy holisztikusan mindent magába ölelő teszt, hogy akkor ezen most végigmentünk és most mindent kidett. De én úgy gondolom, hogy egy otthoni felhasználónak talán ennek azért elégnek kell legyen, hogy el tudja dönteni. 40 euró környéki összeg az új kés megvásárlása. Az espresszózás bármilyen formájában felmerül, akkor szerintem mindenféleképpen a régi kés az, ami, tehát nem kell rajta változtatni. Én is ezt javasolnám. Meg egy opció azoknak, akik a savasabb kávékat kedvelik, és izgalmasabb, talán érdekes a savakat akarnak kinyerni belőle, és erre utaznak. Szerintünk nem vagyunk átverve nagyon. Nincs erre az döntés. Nincs az döntés. Itt. Azt gondolom. Extrakcióban is nagyon közel vannak egymáshoz. Mennyi volt az új 24? A másiknak 23,80%, tehát egy ilyen lenyésző különbséget. De van. Ez meg nyilván... Ez meg egy olyan dolog, ami tőled is függ. Az örlő azt tudja, amit tud. A receptem múlik úgyis minden, az, hogyha a savasabb kávét szeretnél, akkor ugye aluloldod, hogyha pedig élesebb kávét szeretnél, akkor tudod túloldani is egy kicsit, és akkor ezzel tudsz egy csomót játszani. Tehát innéstől kezdve az örlő az már csak megint csak egy fix. Állandó marad, amivel lehet játszani. Igen. Úgyhogy... Útra valóul annyit tud nektek most adni, hogy mind a kettő jó döntés.
próbáljátok ki, mondjátok el, mit tapasztaltatok. Tehát most egy rohadt megúszós. Valami lesz. Nem tud, az a baj, hogy nem a megúszás itt a lényeg, hanem hogy ténylegesen nem tudunk rá. Nem lehet rá azt mondani, hogy az egyik jobb, mint a másik. Tehát, hogy... Nem tudnám ennél normálisabban elmagyarázni. Én meg voltam elégedve a régivel, ez a body sweetness dolog sokkal jobban ütötte a kommandantét, amikor mi kóstoltuk. Igen. Az én részemről. Most meg az van, hogy igazából ott is azért megmarad ez a body-a a dolognak, és akkor egy kicsit intenzívebbek a savak az új késnél. És akkor mindenki eldöntheti. De a cuppingnál is az ízekben nem befolyásolta. Tehát, hogy nem volt különbség. Meg, tehát most figyelj, aki most otthon vesz egy ilyen öllőt, akkor nem fogja összehasonlítani a kettőt. És meg, hogy mondjuk hülyeséget mondta, nem az, hogy nem volt különbség, hanem az volt a lényege, hogy ott voltak azok az ízek, mindegyik ízes volt, egyik mellett, egyik sem mondta, nem volt egyöntetű, hogy úristen, ez mennyire rossz, lapos. Igen, tehát ez nem történt meg. Egyszerűen ott is ugyanaz el lett, tehát hogy... Majd visszatekerem, mert most már nem akarom meghazudtolni magam, de body sweetness pártiaknak mindenféleképpen a régit ajánlom, ahogy ez elhangzott már a cuppingnál is. A savtenger bíró embereknek pedig... Savtengerészeknek. Irány az új kés. 40 euró. Szerintem ennyik voltunk ma. Igen. Köszönjük, hogy kibírtátok, és iratkozzatok fel! Mert hogy bros are brewing and pulling espressos, cupping, coffee... Nehogy félrecsúszol ezek. Ez jó volt, szerintem. Jó.